10, 15, 20. Az augusztus 15-én megérkezett tankönyveket és munkafizeteket válogatják a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium diákjai. Bár a szeptemberi tanévkezdésig még van vissza néhány nap, a fiatalok közül többen már hetekkel ezelőtt visszatértek az Alma Mater falai közé, hogy az érettségihez szükséges 50 óra közösségi munka egy részét ott teljesítsék. Munkát pedig könnyedén adnak nekik, most éppen a hamarosan használatba vett oktatási anyagaikat osztályozzák. Nekik az volt a szerepük, hogy átnézik, hogy minden tankönyv rendben megérkezette, illetve majd csomagukba fogják őket rendezni. Körülbelül 290 tanulóra volt ez a létszám, úgyhogy teljes egészében átnéztük az összes csomagot, minden megérkezett. Szeptember 1-én fognak hozzájutni a gyerekek ezekhez a könyvekhez, akkor fogják átvenni, akkor fogják magukévá tenni ezeket a könyveket. Ezek a felvételek már az iskola második emeletén készültek. A fiatalok itt is hetek óta dolgoznak délelőttönként, naponta átlagosan 4 órát. Most a nyáron teljesen felújított rajzterem bútorait festik. Ez a tevékenység szintén beleszámít az érettségihez szükséges 50 óra közösségi munkába. Nagyon sok segítséget nyújtanak festésben, takarításban, úgyhogy van mit csinálni közösségi szolgálat keretén belül. A tanév idén szeptember 1-én pénteken kezdődik majd. Addig még van munka a gimnázium falai között. Egy évnyitóval kezdünk, reggel 3-4-8-kor találkozunk, majd utána osztályfőnöki órák lesznek, és akkor aznap veszik át a gyerekek a tankönyveket is. 11 osztály van, idén 3 végzős osztályunk van, 2 kezdő osztály, egy 7. osztály, tehát egy 6 évfolyamos képzés, illetve egy 9. B-s osztály, aki 4 évfolyamos képzésben vesz részt. Ez egy egyedi dolog, hogy 3 végzős osztályunk van, mert annak idején annyi gyerek jelentkezett a 6 évfolyamos képzésbe, hogy 2 osztályt is kellett indítanunk. Bőven lesz tehát diák, akik nagyjából 2 hét múlva beülnek a... Bőven lesz tehát diák, akik nagyjából két hét múlva beülnek a Tolnai Gimnázium padjaiba. Az intézmény tantestülete óraadókkal együtt egyébként meghaladja a 30 főt, így a tanításért felelős szakemberek terén is jól áll az iskola.